Istenem kívül más annyit nem szenvedett, mint ők, hogy felneveljenek, mint gyermek. Annyi gondoskodás, annyi figyelmes érintés, annyi tanács, amikor rossz volt a mintés, talán csak a napban van, mely minden pillanatban az ember arcát melengeti, hogy fönt a magas. Olyan áldozatot, mit értem, hoztak, s hoznak, talán meg sem érdemlek, értem, oly sokat dolgoznak, s így nappal látnére miattan fárdoznak. Ők valódi hősök, mégis rólam áradoznak. És érkeznek, úgy tudom, hogy polaroid fényképező gépek, ami viszont egész este hadd csattogjanak, hadd készüljenek a fotók, akár itt, akár ott, nem akarok ötleteket adni. Lehet nyugodtan olyan, hogy az ujjatokat elétesztek, és semmi nem lesz érvényes, mert akkor azon fogunk röhögni. Van még egy kis kártya önöknél, élmény felajánlás. Ezzel találkozott már valaki? Élmény felajánlás miről szól? Bárki, akinek eszébe jut, hétvégi betonozás. Nem tudom. Kapálás. Kukoritacimerezés. Gyerekre való vigyázás. Közösen elmenni inni, na mindegy, szóval bármi, közös bográcsozás, síelés, biciklizés, bármi, amit önök ajánlanak föl az ifjú párnak, jó? Amikor autót választatok, amikor babakerendjét fogtok választani. Az mi? Ezt a kérdést akkor ugorlunk. Ez a válasz. Felekkát választani. Ez a válasz. Ágy nem ült csetemi, jó?